robottal az Aknasz latinai bányaomlás ellen, a mélyből nyernének információkat a helyreállításhoz. Rövidül a menetidő, 50-60 helyett 80 kilométeres sebességgel mehetnek majd a vonatok Mátészalka és Debrecen között. Kevesebb, drágábban, széles az árskála a nyíregyházi búzatéri zöldséggyümölcs piacon, a kínálat csökkent a szélsőséges tavaszi időjárás következtében. Egy robot segítségével mérnék fel az Aknasz latinai sóbánya állapotát és az ott zajló folyamatokat. A cél, hogy ennek segítségével pontosabban előkészítsék a kárelhárítást. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A modern készülék képes háromdimenziós térképet és más információkat szolgáltatni a mélyből. Csütörtökön egy konferencián egyeztettek a tennivalókról a kárpátaljai településen. A részlet Zsigmond Ezső a Föld nyeli át című dokumentumfilmjéből. Az alkotás a kárpátaljai Aknasz latinára, az egykori neves bányászvárosba kalauzolja el a nézőt, amely már a pusztulás szélére került. A szovjet időszakban történt robbantások hatására ugyanis a mélyben folyamatosan keletkező üregek lassan elnyelik a várost. A sósvíz Tiszába történő beszivárgása súlyosabb esetben a Duna régiót, és ezáltal több ország élővilágát is veszélyeztetné. A határon átnyúló probléma megoldására néhány éve program született, amely most újabb lökést kaphat. Az volt az egész projektnek a célja, hogy felmérjük, milyen a bánya mostani geológiai, geofizikai állapota. Több mint 1 millió eurót nyertünk a Revitál projekt keretében a Tisza Európai Területi Társulás, és komoly szakemberek bevonásával itt a Miskolci Egyetemet, és lehet a Geogold Kft-t emelném ki, akik felszíni méréseket is végeztek, illetve egy robot segítségével el tudják térképezni a bányában folyó folyamatokat, és így a beavatkozást is, majd a majdani reményeink szerinti beavatkozást, ami a kárelhárítást jelenti, megfelelően előtt tudjuk készíteni, illetve meg tudjuk alapozni. Ezt azon a csütörtöki Aknasz latinai sajtókonferencián mondta a megyei közgyűlés elnöke, ahol bemutatták az említett gépet. Most a robot az egyik kamerájával ráfordul arra a saktábla mintára, azzal kell magát kalibrálnia. A saktáblának az egyik pontja a 0-0 koordináta, a automatán beolvassa, és ahhoz kezdi majd építeni a térképet. A gép működését mutatja be a szakember, amelyet le is engedtek a bánya területén. Autonóm funkciókkal rendelkező olyan robot, ami képes elárasztott bányaterekben lemerülni és 3D térképezést és geológiai információt szolgáltatni a környezetében. A robot által begyűjtött adatokkal elkészülő anyagtól azt várják, hogy annak segítségével megakadályozhatják a karsztosodási folyamatot, és a sóbánya és környezete teljes revitalizációja megvalósul majd. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság nyíregyházi katasztrófa védelmi kirendeltsége értesíti a lakosságot, hogy június 22-23-24-én 9 órától a Nyíregyházán található polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök, azaz szirénák hangos üzempróbáját végzik, melynek során 30 másodperces folyamatos állandó hangmagasságú sziréna hangot 30 másodperc szünet követ, majd újból 30 másodperces folyamatos állandó hangmagasságú sziréna hang riadó elmúlt jelzést adnak le. A hangos próba célja, hogy ellenőrizzék az eszközök működőképességét. A jelzéseket ellenőrzés keretében adják le, azok semmilyen veszélybe következtét nem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges. Több szakaszon is felújítják a Mátészalka-Debrecen vasútvonalat. Július közepéig az utasoknak időnként és helyenként pótlóbuszokra kell átszállniuk. A karbantartásnak köszönhetően gyorsulhatnak és pontosabbak lehetnek a vonatok, emellett műszaki meghibásodásból is kevesebb lehet a jövőben. Úthenger egyengeti a földet Hodász közelében, a markoló is munkára lett fogva. Javában dolgoznak a szakemberek a MÁV megbízásából. Az Állami Vasúttársaság a napokban kezdte el a Mátészalka és Debrecen közötti vonal felújítását. A több ütemben zajló munkálatok idejére lezárják az érintett szakaszokat, emiatt néhány változást tapasztalhatnak az utasok a következő hetekben.
június 14-től július 5-ig a személyvonatok helyett Nyírbátor és Mátészalka, a Krasna Intercity vonatok helyett Debrecen és Mátészalka, valamint a vasárnap közlekedő 7 mérföldes sebes vonat helyett Zajta és Fehérgyarmat között kell pótlóbuszokra átszállni. Július 6-tól 9-ig Hajdúsáncson és Nyíradon, Nyírgelse, valamint Mátészalka között egyes hajnali, illetve esti vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, és utána még július 12-től 15-ig Nyíradon és Nyírgelse, illetve Mátészalka között ugyancsak egyes hajnali és esti vonatok helyett kell pótlóbuszokra átszállniuk az utasoknak. A karbantartás során 4 vasúti átjárót átépítenek, így ezeken a helyeken javul majd a közlekedés biztonság. A kicserélt síneknek köszönhetően pedig összesen 800 méter hosszban tudják megszüntetni a jelenleg érvényben lévő sebességkorlátozásokat. 50-60 km/órás sebességgel haladhatnak jelenleg a vonatok egyes szakaszokon, a felújítás után 80 km/órára fogják emelni a megengedett sebességet, ezáltal pontosabbak lesznek a vonatok, illetve kiszámíthatóbbá válik majd a menetrend. A karbantartástól még azt is várjuk, hogy csökkenhetnek a műszaki meghibásodásoknak a száma, és ezáltal megbízhatóbb lesz a vasúti forgalom, és az útátjárók felújítása pedig a közúton közlekedőknek is kedvez, hogy könnyebben, gördülékenyebben, biztonságosabban hajthatnak át a vasúttal közös színbeli átjárókon. Vonatpótlóbuszok sorakoznak a Mátészalkai állomásnál. Az utasokat a hirdető támlákra kifüggesztett vágánzári menetrend segíti a tájékozódásban. A vonal mentén élők örülnek a felújításnak. Nem túl gyakran szoktam utazni, mert elég lassú a közlekedés. Hát reméljük, hogy most ezzel a pályafelújítással egy kicsit javul a helyzet, és gyorsabban eljutunk mi is most Mátészalkáról Budapest-nyugati pályaudvarig utaznánk. A Mátészalka-Debrecen vasútvonalat számos kritika érte az elmúlt években a rajta lévő sebességkorlátozások miatt. Vannak szakaszok, ahol jelenleg csupán 20-30 km/órával közlekedhetnek a szerelvények. A két végállomás közti 78 kilométert majdnem 2 óra alatt teszik meg a személyvonatok. Széles az árskála a nyíregyházi búzatéri zöldséggyümölcspiacon. A 2020 tavaszán berobbant árrekordokat idén megdönthetik egyes termékek. A kínálat a szélsőséges tavaszi időjárás következtében csökkent, emellett a járvány okozta gazdasági visszaesés sem kedvez az áraknak. Mondjam, hogy majdnem minden, amikor kirakják a primőröket, meg az újat. Sziszegünk ugyanúgy, mint mindenki, és várjuk a jobbat, várjuk a olcsóbbat. Itt a jó idő, reméljük, hogy ugyanúgy a termelőknek, a árusoknak is jobb lesz, mint nekünk. Ugye mindig azt halljuk, hogy az egészséges táplálkozás mennyire fontos, és nagyon sok ember nem teheti meg azt, hogy sok mindent megvásároljon, ami itt szemszájnak ingere. Úgyhogy érezzük a drágulást. Fekete paradicsom, savmentes paradicsom, többfajta hazai paprika, és még sorolhatnánk. Széles a választék ennél a standnál, a nyíregyházi piacon. A termelőknek sem az időjárás, sem a járványhelyzet nem kedvezett idén. Ez a primőrök és a ritkább termékek áraiban nagyban megmutatkozik. Amilyen tavasz volt, ahogy nőttek a növények, ezáltal az emberek sokkal nagyobb ráfordítással termeltek, és van egy olyan érzésem, hogy mivel én 20 éve árulok itt, hogy nem ezek az árak nagyon magasak, mert van összehasonlítási alapom, hanem talán, most mondhatom, kevesebb a pénzünk, és ezáltal nehezebben tudják az emberek megfizetni. Egyáltalán nincs az az érzésem, hogy túl kérnek érte, mert mondom, az elmúlt idők, én 2014-ig termeltem, csak termeltem, és tudom azt, hogy azok az emberek mennyit dolgoznak, és nekünk akkor még az időjárás is lényegesen ideálisabb volt, mint most. A termelők szerint a 2020-as szezonkezdés árait nehéz felülmúlni. A táblákon ugyan nagy összegek állnak, de mostanra vannak olyan zöldségek, gyümölcsök, amelyek tavaly is ennyibe kerültek. Szerintem nem kerülnek többe. Vegyük az új hagymát, ami már elérte azt az árat, amit tavaly is. 200-250 forint egy csomó, ugyanannyi volt tavaly is. A cékla ugyanígy 150 forint volt. Sárgarépa zöldség ugyanígy 350 kilós, 450-500 volt az ára. Úgyhogy valamivel vissza fog esni, esetleg a paprika ára lesz magasabb, mint tavaly. Meg a paradicsom.
Hát vagy kevesebben termelik, mert az időjárás ugye az befolyásolja. A szabadföldi hogy fog bejönni, és ha nem lesz elég szabadföldi, akkor tartja az árat. 3000 forintról indult tavasszal az eper kilója, szezonja kifutóban, ezért 1000 forint körüli árakkal találkozunk most. A korai cseresznye 800 forinttal kezdett, dinnyit is vehetünk már 300-350 forint körül. A legnagyobb árkülönbség a paprika, a paradicsomfélék, valamint a kígyóuborka esetében figyelhető meg. Egyedül maradt édesanyáknak adtak át értékes babamama ajándékcsomagokat a Nyíregyházi Városházán. Aktuális a téma, mivel nemrég ellenszavazat nélkül döntött a parlament az úgynevezett egyszülős törvénymódosítási javaslatról. Ennek egyik eleme a tartásdíj. 2021. januárjától már 3 hónap késedelem után megelőlegezi az állam az elmaradt összeget. Ma Magyarországon minden 10. újszülött megy úgy haza a kórházból, hogy szülés után nem várja otthon édesapja. Veronika kislánya 2 hetes volt, amikor elhagyta őt a gyermek édesapja, így 3 kislányal maradt egyedül. Veronika elmondta, minden apró segítségért nagyon hálásak. Jelenleg a legnagyobb probléma, hogy nincs otthonuk, az anyák szállásánál 3 gyermekével. Azért sok segítséget jelent azért, nem 1-2 forintba kerül azért, főleg egy pici babának mindent megvenni, és így azért nagy segítség. Katalin, aki az adományokat hozta, és ezt küldetésként magára vállalta, maga is megtapasztalta azt, hogy milyen, amikor egy édesanyja egyedül marad. 3 gyermeket nevel egyedül. A weboldal életre hívásakor a kuponok, kedvezmények és egyéb támogatások mellett célja volt az is, hogy egy olyan közösséget hívjon életre, ahol segíthetnek azoknak az édesanyáknak, akik ilyen helyzetbe kerültek. Én úgy gondolom, Magyarországon nagyon jó a minden településen a szociális ellátottság, fordulhat a védőnőhöz, a családsegítőhöz. Most, ahogy járjuk a megyei jogú városokat, már úgymond jobb, több belátásom is van ugye az önkormányzatok munkájába. Rengeteg szervezet segíti az önkormányzatok működését, a hátrányos helyzetű családok segítségét. Úgyhogy én úgy gondolom, az önkormányzatok részéről minden segítség adott. De hát ugye ők is emberek, feladatokat látnak el, így szükség van olyan szervezetek munkájára is, mint a babamamatudakozó.hu. Nem gondolhatnak úgymond mindenre, viszont nekünk ez tényleg egy óriási szívügyünk. És én azt gondolom, hogy amikor egy édesanyja egyedül marad, az lelkileg, főleg egy óriási megterhelő időszak, és ebben is igyekszünk a részükre támogatást biztosítani. Senki nem úgy indul neki a családalapításnak, hogy egyedül szeretné felnevelni gyermekét, gyermekeit. Ehhez általában nehéz döntések vagy nagy veszteségek vezetnek. Kedden az országgyűlés elfogadta az egyszülős családok mindennapjait megkönnyítő törvénymódosítási javaslatot. Ellenszavazat nélkül fogadta el a parlament a tartásdíjtörvényt. Olvasható Novák Katalin közösségi oldalán, a tartásdíjjal kapcsolatban adott Kossuth Rádiós interjú posztjában. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy az a gyermek, ahol a szülők elváltak, és nem tudtak békében megegyezni egymással, hogy hogyan juttassák el a gyermek nevelkedéséhez, biztonságához szükséges összeget az egyik szülőtől a másikhoz, és vita van közöttük, és az egyik fél nem hajlandó fizetni a másiknak, akkor ilyenkor lépjen be az állam, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekhez ez a megítélt összeg, neki jogosan járó összeg eljusson, és hogyha esetleg ez nem jut el, akkor 3 hónapot követően lépjen be egy megelőlegezett tartásdíj. Ez a megelőlegezett tartásdíj azt jelenti, hogy ilyenkor tulajdonképpen az állam belép a tartozó vagy adós fél helyett, megelőlegezi ezt a gyermeknek járó tartásdíjat, és utána behajtja szigorúan azon, aki nem fizetett. A sok civil alapítványi kezdeményezés mellett fontos lépés az egyszülős családok körül felmerülő jogi rések kezelése is. A nyíregyházi önkormányzat is igyekszik minden gyermekes családot támogatásokkal segíteni, például az ingyenes bölcsődei ellátással. Börtönbe kerülhet az a kispaládi férfi, aki megengedte, hogy lakcímére bejelentkezzenek olyan Ukrajnában élő honosított magyar állampolgárok, akik csak azért szerettek volna magyarországi lakóhelyet, hogy magyar társadalombiztosítási és nyugellátást vehessenek igénybe, illetve uniós rendszámtáblával ellátott magyar honosságú gépjárművet vásárolhassanak.
A kispaládi férfi tisztában volt azzal, hogy az ukrajnai lakóhelyű férfiak valójában Magyarországon nem fognak élni, ennek ellenére öt férfinek megengedte, hogy lakcímére bejelentkezzenek. Egyikük közel 500 000 forint értékben orvosi ellátást, valamint 5,5 millió forint összegben öregségi nyugellátást vett igénybe, a többiek pedig személygépkocsikat vásároltak, melyekre nem lettek volna jogosultak. Az ügyészség a magyar férfit közokirat hamisítással, valamint költségvetési csalás minősített esetével vádolja, mint bűnsegédet, és ezért, ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyalásról, 1 évre börtönbe küldené. Megnyílt és már látogatható a Vigyázz a csalók Rodolfo kiállítás Nyíregyházán a Kálai gyűjteményben. A világhírű magyar bűvész munkásságát bemutató tárlat a jövő hétvégén kezdődő múzeumok éjszakájának felvezető programja, amely július 30-áig lesz látható a megyeszékhelyen. A megnyitón a kétszeres bűvész világbajnok Hajnóci Soma is bemutatta Rodolfo egyik legkedveltebb trükkjét. Kártyalapok, különböző bűvös kellékek és ikonikus ruhák. Gács Rezső, vagy ahogy mindenki ismerte, Rodolfo használta ezeket az eszközöket. Miután legtöbb kellékét, előadásairól szóló szórólapjait, plakátjait élete végéig megőrizte, így látványos és tematikus kiállítás örökíti meg a bűvész élettörténetét, amely immár Nyíregyházán is megtekinthető. A Kálai Gyűjtemény állandó kiállításai mellett mi mindig szeretnénk és akarunk is olyan programokat, kiállításokat, rendezvényeket tartani, amelyek nagy családokat, családokat szólítanak meg. Ez már hagyomány nálunk. Ennek az egyik ilyen programja volt, mivel demokrácia van a Kálai Gyűjteményben, közösen agyalunk azon, hogy milyen rendezvényeket hoznánk ide, és ekkor jött az ötlet, hogy Rodolfo születésének a 110. évforduló alkalmából van egy gyönyörű szép kiállítás Kecskeméten, és mi ezt a kiállítást próbáljuk megszerezni. Előkészületi munkák után végül is most ott tartunk, hogy mai napon megnyitjuk ezt a kiállítást. A kiállítás eredeti megalkotója a Kecskeméti Szórakaténusz Játék Múzeum és Műhely. Az intézmény tavaly már Pécsett is megmutatta a gyűjteményt. A bűvész idén ünnepelné 110. születésnapját, így Nyíregyházán, majd később újabb városokban tervezik megmutatni a nagyközönségnek a különböző képeket és tárgyakat. A cél az, hogy egyre szélesebb körben ismertessék meg Rodolfo művészetét. Főleg a fiatalabb korosztályok, akik már nem igazán emlékeznek Rodolfóra, nekik szinte a Rodolfo neve olyan, mint a szinonimája lenne a bűvészetnek, és így nagyon jó, hogyha ők is minél többen megismerik, hogy egy élő személy volt, sőt egy olyan személy volt, aki nagyon sokat tett a magyar artistákért, a cirkuszművészetért, és reméljük, hogy az emléke még sokáig fennmarad így a kiállítások kapcsán is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a kiállítást én... Elnézést! Ez a bűvész nátha. Rodolfo egyik legnépszerűbb és leggyakrabban alkalmazott bűvész trükkjét a kétszeres bűvész világbajnok Hajnóci Soma is bemutatta, aki a megnyitón jelenlévő gyermekeket is megtréfálta egy kártyapakli segítségével. A bűvész azt mondta, az ő karrierjének kezdetén is Rodolfo adott számára inspirációt. Hát azt gondolom, hogy Rodolfo egyértelműen a magyar bűvészet történet egyik, hanem legikonikusabb alakja. És szerintem mindenki, aki bűvész, aki ma bűvészkedik, vagy az utóbbi 50-60 évben elkezdett bűvészkedni, az részben a Rodolfo miatt kezdett el bűvészkedni. Nekem van egy emlékem Rodolfóval kapcsolatban arról, hogy szerintem egy ilyen 10-12 évvel ezelőtt már a YouTube-on, nyilván akkor már Rodolfo nem ért, néztem egy még archív fekete-fehér felvételét, és csapkodtam a térdem a nevetéstől. És azt mondom, hogy egy olyan korban, ahol olyan tényleg ingerdús világban élünk, mint most. Egy régi archív fekete-fehér felvétel meg tud így nevettetni engem a számítógép képernyő előtt is. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a csávó ez egy zseni volt abban, amit csinált. A Vigyázz a csalók című kiállítás péntektől egészen július 30-áig lesz látható Nyíregyházán a Kálai gyűjteményben. Relikviákat vihettek haza a sparis szurkolók a bontásra váró nyíregyházi városi stadionból. Székek, kapufa és háló darabok emlékeztethetik a fanatikusokat a korábbi mérkőzésekre. Az új stadion építése miatt a következő 2,5 évben Balmazújvárosban játssza hazai meccseit a Nyíregyháza Spartakusz.
Mint a képeken is látszik, már megérett a bontásra a nyíregyházi városi stadion. A több mint 60 éves létesítményben rengeteg futballmeccset játszottak, és számtalan emlék köti a pályához a futballistákat és a szurkolókat. A fanatikusok egy pici részt megőrizhettek a stadionból, mivel csütörtökön a keleti lelátóról és a nagy tribünről leszerelt székeket, valamint kapufa, illetve hálódarabokat vihettek haza emlékbe. Már átadtuk a területet. Igazából a városra közösen kitaláltuk, hogy ezt a programot meg kéne szervezni, mivel méltó búcsú lenne ez a stadion számára, és hát szerencsére nagyon sokat eljöttek, és bízunk abban, hogy mindenki egy darabot a szívébe zárt, illetve fizikailag is el tudott vinni. A szurkolók találkozhattak Spari játékosokkal és edzőkkel is. Természetesen ott volt a stadionban Szatke Zoltán is, aki 407 bajnoki meccset játszott a Spariban, ezzel csúcstartónak számít a klub történetében. Amikor itt megálltam és láttam az ismerős arcokat, hiszen azt is lehet tudni, hogy a vírus helyzet miatt azért nagyon keveset találkoztunk a szurkolóinkkal is, úgy kellett játszani a mérkőzéseket, és öröm volt látni azokat az ismerős arcokat, akik ott szorítottak nekünk meccsről meccsre, és együtt éltek velünk, együtt lélegeztek, lehet azt mondani. És látni az arcukat, hogy milyen örömmel vesznek egy-egy darabot, akár a kapufából, akár a hálóból, és akár egy-egy széket visznek haza, mert nekik fontos az, hogy itt, ahol leélték ők is, és leszurkolták az életük egy jelentős részét, onnan egy gyerekét, egy valami kis, ami amikor ránéz és emlékezteti ezekre a mérkőzésekre, ezt elvigye. Úgyhogy örülök, hogy ilyen sokan kijöttek, örülök, hogy ennyien sokan fontosnak tartották azt, hogy innen elvigyenek egy-egy darabot, és remélem, hogy ha az új stadion felépül, akkor ezek az emberek ugyanígy jönnek és ugyanígy szurkolnak majd nekünk. A szurkolók is örültek annak, hogy egy kis részt kaptak a stadionból. Én már 2004 óta járok meccsre, ugye idegenbe is, hazaira is, és nekem alapvetően a plafonom is, a szobám is úgy néz ki, hogy kizárólag Spari zászlók vannak, ugye kanyarból, zászlók, stb. Én ezeket gyűjtöm, kifejezetten zászlókat is gyűjtöm, és én ennek örülök, mert széket és hálót is, az megy fel a falamra, fel lesz fúrva. Nem lesz használva, hanem ki lesz rakva. Az új nyíregyházi stadion 2,5 év alatt készül el, ez alatt az idő alatt Balmazújvárosban játsza majd hazai meccseit a Spari. Végezetül nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Egy robot segítségével mérnék fel az Aknasz Latinai sóbánya állapotát és az ott zajló folyamatokat. A cél, hogy ennek segítségével pontosabban előkészítsék a kárelhárítást a Tisza Európai Területi Társulás több mint 1 millió eurós projektjében. A modern készülék képes háromdimenziós térképet és más információkat szolgáltatni a mélyből. Több szakaszon is felújítják a Máté-Szalka-Debrecen vasútvonalat. Július közepéig az utasoknak időnként és helyenként pótlóbuszokra kell átszállniuk. A karbantartásnak köszönhetően gyorsulhatnak és pontosabbak lehetnek a vonatok. Emellett műszaki meghibásodásból is kevesebb lehet a jövőben, a vasúti átjárókban pedig javulhat a közlekedésbiztonság. Széles az árskála a nyíregyházi búzatéri zöldség-gyümölcspiacon. A 2020 tavaszán berobbant árrekordokat idén megdönthetik egyes termékek. A kínálat a szélsőséges tavaszi időjárás következtében csökkent, emellett a járvány okozta gazdasági visszaesés sem kedvez az áraknak. Június 18-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb hétfőn, a szokott időben jelentkezünk majd. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Éjjel a gomoly felhők feloszlása után túlnyomóan derült, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A késő esti 19-25 fokról hajnalra általában 13-21 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés várható gomoly és fátyol felhőkkel. A gomoly felhők egy része magasabbra törhet, amelyekből elsősorban a Dunától keletre helyenként zápor, zivatar is kialakulhat a délutáni esti órákban.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 35 fok között alakul. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre számíthatunk, néhol zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali 14-22 fokról 31 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.